cégünk közel 30 éve van jelen itt Lentiben, és az ország egész területén az Able International cégcsoporthoz tartoztunk. 2009-ben elérte sajnos a válság a mi cégünket is, ekkor vásárolt fel bennünket a Prevent cégcsoport. Car Insight néven ismertek bennünket, akkor még a lentiek, mára már mint a Prevent cégcsoporthoz tartozó cég, mi is Prevent nevet vettük fel, és most már Prevent Premium és Interior Kft. Néven ismerhetnek bennünket. Tulajdonképpen csak névváltozások történtek, ezek a tulajdonosi struktúrát nem érintették, ugye? Nem volt semmilyen struktúraváltozás. Tulajdonképpen a Prevent cégcsoport az egész világon egy ismert cégcsoport, számos területen vannak jelen. Autóipari beszállítóként számos országban, Európában is, így 5 ország gyárt napi szinten 9900 üléshúzatot, ami szerintem egy elég szép szám. A lenti üzem további fejlesztése előtt áll. Így van. Most érkezett egy új projekt, várunk még több projekt érkezést is, de most, hogy a Q7 autó kifutott, amiben gyártottunk eddig üléshúzatokat, egy új vevő jelentkezett, nagy örömünkre. Számunkra ez azt jelenti, hogy nagyon jó minőségű termékeket gyártunk, amire nagyon büszkék vagyunk, ezért megkeresett most bennünket a Hyundai Tucson, amiben most elkezdtük a gyártást már, de újabb vevőjelentkezések vannak, amihez viszont fejlesztésre van szükségünk, nagyobb munkaerőre, több munkavállalóra, ezért most nagy keresésben vagyunk, hogy újra visszakapjuk azokat a dolgozóinkat, akik egyszer valaha itt dolgoztak nálunk, hiszen ők nagyon jó minőségű termékeket gyártottak nekünk. Milyen képzettségű dolgozókat várna? Ezek a betöntött munkák, ezt szeretném azért leszögezni. Mi betörítjük a dolgozóinkat. Természetesen nagyon örülünk, hogyha már képzett varrónők jönnek hozzánk, akik valaha tanultak varni, vagy már dolgoztak varróként. De én azt gondolom, hogy nagyon jó trénereink vannak, akik nagy odafigyeléssel, maximális hozzáállással tanítják be a dolgozókat. Ezért tulajdonképpen bárki, aki jön, és van kedve itt dolgozni nálunk, azt szívesen fogadjuk. Mióta dolgozik a cégnél? 1994 óta dolgozom itt, varróként kezdtem, aztán 2006-ban vettek ki trénerben, azóta ebben a munkakörben dolgozom. Milyennek találja ezt a munkahelyet? Hogy érzi magát itt? Én jól érzem magam itt, szerintem ez az évekből adódik is, mióta már 94 óta itt vagyok, tehát 20 éve szinte. Én jól érzem magam, néha vannak túlórák, fárasztó, de ki lehet bírni. Mennyire teljesíthetők az adott feladatok? Az elején biztos, hogy mindenki nehéznek gondolja, megijednek a varrók is, tehát a jó varrók meg tudják csinálni, és mi azon vagyunk, hogy ebbe segítsünk, tréningezzünk, és ez általában össze is szokott jönni ez a dolog. Mivel biztatná azokat, akik ide szándékoznak jelentkezni? Bátran jöjjön mindenki, mi segítünk azoknak, akik nem tudnak varni, töltünk velük 1-2 órát, gépeket, mindent segítünk megmutatni, csak utána hozzuk föl a termelésbe, hogyha már ismerik a gépeket, tehát foglalkozunk velük, van 4 tréner, mindenkivel nyugodtan tudunk foglalkozni. Komfortos munkakörnyezetben tudunk itt dolgozni, jó a kollektíva, hamar be lehet illeszkedni, tehát mindenki segíti egymást, úgyhogy ebben nem lesz probléma. Ha jönnek új dolgozók, szívesen várjuk őket. Milyen munkakörök nyílnak meg? Elsősorban varrókat keresünk, ez a fő keresésünk most jelenleg, de más egyéb kézi tevékenységre is lesz majd lehetőség. Most egyelőre a varrói létszámot szeretnénk nagy mértékben fejleszteni, rövid távon 40, majd később hosszú távon 100 fővel bővíteni. Hol jelentkezhet a munkaerő? Itt a lenti telephelyünkön nyílik lehetőség a jelentkezésre. A jelentkező kitölt egy jelentkezési lapot, és ennek alapján mi behívjuk csoportokban a jelentkezőket, és meghallgatjuk őket, mi is elmondjuk, hogy miről van szó. Még mindig el tudja dönteni a jelentkező, hogy szeretne itt dolgozni, annak alapján, amiket hallott, vagy éppen látott. Mikortól lehet jelentkezni, és naponta mikor várják a jelentkezőket? Hát akár mától lehet jelentkezni, hiszen folyamatos a felvétel. Nyilván egy-egy folyamatban kisebb létszámba tudjuk beépíteni az embereket, hiszen ahogy az előbb is említettem, mi szánunk időt és energiát arra, hogy a dolgozók minden nagyobb képzettségre tegyenek szert, és minden jobban el tudják sajátítani a folyamatokat. Ezért, hogyha már ma bejön valaki jelentkezni, azt garantálom, hogy jövő héten már jöhet, és meghallgatjuk, és mi is elmondjuk, amit tudni kell.